Csak most készült, és már a rosta ezt, meglássátok ma holnap, minden az ókerékvágásba lesz. Úgy állok itt, mint a tüzes ló, mely föl vagyon nyergelve már, s püsszögve és tombolva ott bent, fecsegő gazdájára vár. Nem a tenetek terén fogok hát, mint egy csillag lehullani. Megfojtanak majd a tétlenség, lomhán ölelő karjai. Megint beszélünk, csak beszélünk, a nyelv mozog, s a kéz pihen. Azt akarják, hogy Magyarország inkább kofa, mint hős legyen. S nem lenne baj, ha magam volnék, hisz egy ember nem a világ, de ezer és ezer van, aki az ablán tépelőt verág. Ó, ifjaink, ó, én barátim, ti megkötött szárnyú sasok, láng a fejem, nyíg a szívem, ha végig tekintek rajtatok. Föl, föl, hazám, előre gyorsan megállni, fél úton kívánsz. Csupán megvan tágítva rajtad, de nincs eltörve még a lánc. Megint beszélünk, csak beszélünk, a nyelv mozog, s a kéz pihen. Ó, azt akarják, hogy Magyarország inkább kofa, mint hős legyen. Megint beszélünk, csak beszélünk, és csak beszélünk, beszélünk, beszélünk. Azt akarják, hogy Magyarország inkább kofa, mint hős legyen. És élőben zenélt nekünk Petruska András. Köszönjük szépen, hogy előadtad nekünk ezt a dalt. Ez ugye a lemezet címadó dala is egyben. Mikor találkoztál először ezekkel a sorokkal? Fú, hát az az igazság, hogy Petőfit én is annyira ismertem, mint ahogyan a legtöbben, hogy ismerjük, mert ő a magyar költészetnek így a csúcsa, legalábbis elismertségben, ismertségben biztosan. De igazán akkor kerültem közel az ő verseihez mélységében, amikor úgy nagyjából 2 évvel ezelőtt Kati Zsolt, Zsolti a Béka más néven, elkezdett írni egy darabot, Petőfi életéről, egy stand-upos zenés darabot, amiben már ott volt Maszkura résztvevőként, és szükség volt még egy zenészre, és meghívott engem a projektbe. És akkor elkezdtem dolgozni ezeken a dalokon. Tulajdonképpen ez a tavaly bemutatott Felül a Gája című darabunknak a soundtrackje, ami most is hallható. Akkor egyértelmű volt, hogy ezt egy lemezben összefoglaljátok és kiadjátok. Nem feltétlenül volt először egyértelmű, de én azt éreztem, olyan érdekes, mert számomra, amikor írok valamit, akár csak egy dalt, akár egy lemezt, mindig az a legfontosabb, hogy egy koncepció legyen. És sokan kérdezik tőlem most, hogy megjelent az a lemez, hogy nehéz volt a Petőfivel együtt dolgozni. Az az igazság, hogy életem legkönnyebb kreatív fázisa volt, hiszen a versek már ott voltak, a koncepció már ott volt. Olyan verseket választottam ki, amikről, hogyha ezt a 19. századi kontextust levesszük, akkor is akár ma, tulajdonképpen dalként is megállnak a helyüket. Petőfi azért elég sok ilyet írt. Igen, például ugye, amit most hallottunk, a Megint beszélünk című dal, vagy vers, úgy fogalmaztak, hogy olyan, mintha már eleve egy regi dalnak íródott volna. Ezzel te mennyire értesz egyet? Hát nagyon adta magát, olyan érdekes, egyébként a saját dalaim is úgy születnek, hogy előbb van meg a szöveg, és úgy mondani próbálom, vagy egy hangulatot keresek hozzá, és a dicsőségünknek kardja, csak most készültem, és eleve van egy ilyen társadalmi kontextus, ami ugye regire nagyon jellemző, tehát hogy,
hogy ne csak dumáljunk, hanem tegyünk is már valamit, és ez olyan, mint a Get Up, Stand Up, hogy adta magát éppen a tartalom is, meg a prozódia is olyan, hogy jól lehet úszni ebben a regis témában. Izgalmas, mert egyébként szerintem ez így meglepő, hogy Petőfi hirtelen így raszta haja jelenik meg. És a Falu végén Kurta Kocsma című verset is megzenésítetted, amiben egy kicsit megjelenik a Trouble in My Mind. Mondhatjuk, igen, tehát azért könnyű ezekkel a dalokkal, mert könnyű beleállni egy szerepbe, egy ilyen zsáner darabként megírni őket, és arra gondoltam, hogy eleve nekem az egy nagyon nagy kedvenc versem, gyerekkorom óta imádom, ahogyan elindulunk így a távolról, közelítünk a kocsma feled, elő végigjárjuk azt a pihenő kompot, minden nagyon halk, és hirtelen egyszer csak beugrik a kocsma. És hát eleve korábban nagyon sokat inspirálódtam az ilyen balkáni zenékből, kicsit az electroswing, már amennyire electroswing tud lenni egy akusztikus gitár, és annak idején volt több ilyen dalom, Keleti pályaudvar cím, vagy a Trouble in My Mind, és arra gondoltam, hogy igazából én szeretem újra hasznosítani az ötleteket, ugyanazokat a hangulatokat, kicsit úgy összekacsintani azokkal, akik már régebb óta hallgatják a zenémet, és így született, meg egyébként adta magát, mert egy kicsit sanzonos, kicsit balkán, kicsit magyar, olyan keveredős kocsmazene, de lényeg, hogy lehessen csürdöngölni. Na és a Toronyban Delet harangoznak, az mennyire adta magát? Az egy feldolgozás tulajdonképpen. Én sokszor szoktam mondani Petőfire, hogy olyan, mint a Beatles vagy a Star Wars a maga nemében, hogy egy adott műfaj csúcsa mindenki ismeri, és egy nagyon populáris valami. És hogyha ezen az analógián elindulva mondhatjuk, hogy volt 19. századi magyar Lennon McCartney, az Arany János és Petőfi volt, és a Toronyban Delet harangoznak ott eredetileg Arany János zenésítette meg. Ezt kevesen tudják, hogy ő zenét lantolt, gitározott, és gyönyörű. Tehát én Maszkurától hallottam először ezt a Toronyban című dalt, de muszáj volt erre a lemezre felvenni, mert egyszerűen olyan fantasztikus lehetőségek vannak rajta. Nem népzene, műdal, ott van benne Petőfi, szerintem nagyon izgalmas, hogy megjelenik a nagy barát, Arany is, és bátorkodtam belépni közéjük a társaságba. És ha nem ezt mondhatjuk, hogy ugye teljesen különböző stílusok is jellemzik, még rebbetétek is helyet kaptak, na de ilyenkor hogy történt a közös alkotói munka, ugye Kati Zsoltál és Maszkurával? Ez egy ilyen közös dzsemmelés, ahogy jönnek az ötletek? Igen, az az igazság, hogy három lemezt megírtam már, és azon gondolkodom, hogy ahhoz képest ez mennyivel könnyedebb, izgalmasabb folyamatot. Egyrészt ott volt Petőfi, mint szerzőtárs, aztán ott volt Kati Zsolt és Maszkura a szerzőtársként. Tehát tényleg az van, hogy sokszor elég egy minimális kis szikra, amit be tud lobbantani a másik. Mikor egyedül dolgozom otthon, akkor lehet, hogy napokat, heteket kell várni, hogy az a szikra abból az egyetlen egy jó ötletből itt tényleg belobbanjon. Itt viszont tényleg pingpongoztunk, és van rengeteg más szerzőtárs, és például a szeptember végén egy alkotótáborban született. Az egy a személyes dalszerző. Kedvencem. Örülök neki, köszönöm szépen. Nekem is egyébként, mert lehet mondani szerénytelenül, mert a 7 dalszerzőből én csak az egy heted vagyok. De például ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy egyetlen egy kis akkordfűzésből indult. Egyik srác elhozta ebben az alkotótáborban, aztán nem volt szövegünk, nem is volt időnk írni, és valaki mondta, hogy akkor egy verset dobjunk be rá, és valaki elkezdte énekelni, azt még nyílnak a völgyben a kerti virágok, és tök jó ötletek jöttek ki. A rap nem az én ötletem volt, de pont az izgalmas benne, hogy olyan dolgok is megtörténnek, olyan dolgok is Petruska lemezre kerülnek, ami adott esetben magamtól nem történt volna, úgyhogy nagyon számomra nagy tanulság most ebben a negyedik nagy fejezetben az, hogy tök jó bevonni az alkotásba másokat is. Igen, tényleg mondhatjuk, hogy egy nagyon izgalmas anyag született. Na de hogyha már itt vagyunk húsvét vasárnap, milyen húsvéti szokásaitok vannak? Van esetleg kedvenc gyerekkori emléket húsvétről? Fú, hát az az igazság, hogy egyetlen egy dolgot tudok úgy igazán felhozni, azt, hogy a család összejön, hogy van egy okunk összejönni. Korábban nekem a húsvét az kicsit ilyen Mikulás 2 volt, hogy elmondok egy szép verset, és akkor kapok valami ajándékot, de az az igazság, hogy amióta felnőttem, és amióta úgy minden ilyen kis gyerekkori álmomat megvalósítottam, azóta az ilyen materiális dolgok annyira nem vonzott az ajándékot kapni. Az viszont sokkal jobban, hogy ebben az elfoglalt rohanó időben így összetudjuk rántani a most már egyre nagyobb
családot, és időt tudunk egymással tölteni, minőségi időt. Igen, ez tényleg fontos, hogy újra együtt vagytok, de azért ne felejtsd el holnap meglocsolni a családnői tagjait. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm én is.